Péter révéről, Nagybecskerekről és Magyar Kanizsáról is érkeztek diákok. Sokkal jobban érdekel minden irodalmi mű, megpróbálom keresni, hogy egy-egy sorok mit is jelentenek valójában, milyen hatással van rám, és azóta nagyon megszerettem az írást. Az alkotópályázatra csak nem 40 mű érkezett. Tóth Noémi, szabadkai másodikos tanuló érdemelte ki az első helyet. Alkotásában a sokszínűségét vezette papírra. Még nem tudom eldönteni, hogy milyen téren szeretnék tovább tanulni. Nagyon sok minden érdekel, és tényleg nem tudnék választani. Ugye nagyon szeretem a zenét, hegedülök a szabadkai zeneiskolában a gimnázium mellett. Szeretek írni nagyon, szeretem a természettudományokat is, és hát különböző kézi munkák is nagyon érdekelnek, és tényleg nem tudom, hogy mivel szeretnék tovább. Fordításból, tolmácsolásból nagyon jó meg lehet élni. Nem volt könnyű kiválasztani a legjobb alkotást. Szerintem valamilyen szinten egy állandó minőség felfedezhető, tehát mindig vannak kimagaslóbbak, amelyek tényleg megcsillantják azt a tehetséget. De a többi munka is igazán jó volt. A témák azok, amelyek ugye a kamaszokra jellemzőek, de ezeknek is a legkülönbözőbb variációi megjelentek. A magyar tanszék évente több nyílt napot tart. Ahhoz, hogy valaki fordító legyen, vagy könyvtáros legyen, amire itt a tanszéken képesítést kapnak, vagy magyar tanár legyen, nem elengedhetetlenül szükséges, hogy kreatív is legyen, legyen benne művészi erő, de nem árt, hogyha van. És azt látom, hogy ezek a fiatal emberek, akik jelentkeztek, tehetségesek, tudják, hogy mit akarnak, és nagyon meg vagyok elégedve a pályázat színvonalával. Az összejövetelen a harmadikos középiskolások próbafelvételit is írtak magyar irodalomból.